hogy ezt a tervet azért indítottuk, mert halálosan kétségben vagyunk mindannyian esve. Itt 50 fölött, 60 fölött néhányan, hogy mi lesz a gyerekeinkkel, hogyha velünk bármi történik. Beleálltunk a gyerekbe 23 évig. Az a rengeteg energia, meg minden, meg amit a gyerekbe lerakott, meg amit a családba, az hol van utána? Vagy úgy végződik, hogy megtaláljuk azt a lehetőséget, hogy lesz egy támogatott lakhatás, vagy kutyaháznak hívják, vagy mit tudom én, meg sok év alatt majd még sokszor fog nevet változtatni, hogy ezt most minek hívják, vagy el kell temetnem. Tehát ez a két lehetőség van. Ott fönn meg kell, hogy hallgassanak. Mert annyi mindent tettem már érte. Tehát a végén már nem csúszhatok el. Az állam, konkrétan pedig az alperesek mulasztásainak hála, így a felperesek és a hozzájuk hasonló helyzetű emberek ezrei jelenleg kegyetlen választás elé kényszerülnek. Állami segítség hiány vagy napi 24 órában maguk gondoskodnak a gyermekeikről, vagyis teljes önfeladást és önmegtagadást, és azt választják, hogy a gyerekek oltárán áldozzák fel az életüket, vagy sorsára hagyják a gyereküket, ugyanis ezzel, sőt túlzás nélkül halálos ítélettel ér fel, ha egy Isten által mögötti tömegintézményben helyezik el a gyereket, ahol csak ritkán tudják látogatni, és ahol gyors leépülés, és a tapasztalatok szerint gyors halál vár rá. Keresetünk a felperesek ezen szégyen teljes helyzetből eredő személyiségi jogainak sérelmi orvoslására és jogellenes helyzet felszámolására irányul.